Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, 6. osztályos tanulók. Engem Radákovics Huszta Orsolyának hívnak, és a Szabadkai Gyúrószalaj általános iskola magyar tanára vagyok. Az előző órán a Velszi Bárdok című műballada elemzésével foglalkoztunk, megismerkedtünk magával a balladával, most pedig folytatjuk ennek a műnek az elemzését. Egy pici ismétléssel kezdünk. Ugye Arany Jánost látjuk itt a képen. Tudjuk, hogy Nagy Szalontán született, azt is, hogy a Toldi című elbeszélő költemény hozta meg számára a sikert, és azt is tudjuk, hogy nem fogadta el azt a felkérést, amikor Ferenc József Magyarországra látogatott, és neki verset kellett volna szánni erre a tisztes alkalomra. Azt mondtuk, hogy történelmi háttere van a versnek, ezért történelmi balladának nevezzük. És mivel ballada, ezért mind a három műnem megtalálható benne, mint az epika, mind a líra és a dráma. És azt is mondtuk, hogy Edvard király szerepében pedig Ferenc József van elrejtve. Mivel egy epikus műről is szó van, tehát mivel epikus jellemzői is vannak, ezért szerkezete van a versnek. Egy szólamú, lépcsőzetes, tehát haladó elbeszélés, halad a történet, van neki egy végkifejlete. A balladai homály megtalálható benne, mint minden balladában, legyen az népballada vagy műballada, és ezek a kihagyások, ami a jellemzője a balladai homálynak, ezek gyorsítják a tempóját és fokozzák a feszültséget. A 31 versszakból álló mű három részre tagolódik, és ez a három rész mind úgy kezdődik, hogy Edvard király, angol király léptet fakólován, vagy vágtat már az utolsó résznél, amikor már nem csak léptet, hanem vágtat is majd. Az első rész az első és az ötödik versszakot foglalja magában, amikor is Edvard király megérkezik Velszbe. A látogatása egyáltalán nem barátságos, igen gúnyosan szól, és sértő hangnemben beszél a legyőzött országról. Használ-e a megöntözés a pártos honfivér? A nép oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom? De teljes mértékben egy gúnyos hangnemet hallunk. A király sértéseire egy velszi főúr reagál, aki ott van a királlyal, a hangja ironikus, tehát nem azt mondja, amit igazából gondol, de nem mer mást mondani, és a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, tehát holott egyáltalán nem boldog. Ugye azt mondtuk az előző órán a szómagyarázatnál, hogy a szír felséget jelent, tehát igazából ez megszólítás, és ez a szír erre rímel, erre felel maga a szó, hogy sír, és ez is ugye egy nagy ellentét a szír és a sír jelentésben. A második része, a második nagy szerkezeti egység a 6. és a 25. versszak, amit aztán tovább tagolhatunk. Ugye ez maga a lakoma leírása Montgomeryben, amikor is a bárdok felszólalnak. Ugye a király fogadása félelmetes eseményé válik itt Montgomeryben. Általában hangos örömrivalgás és hurrázás kíséri jó esetben egy királynak, egy felségnek az érkezését, itt viszont nem erről van szó. Edvard azonban néma csönd fogadja, nincs senki a környéken. A kirendelt nép hallgatása fenyegető hatású, tehát a nép érezteti azt, hogy nem szívesen látják az odaérkezőt. A lakoma leírásában az ismétlések lelassítják a cselekményt, tehát van egyfajta ismétlés a versben. A sürgőforgó szolgahad igyekszik elterelni a király figyelmét arról, hogy mennyire nem kívánatos személy. Ezt a mozgalmas képet egy érdekes szó fokozza, a terek, mert hogy ez egy metatézis itt, tehát a terek és a tehernek a kifejezése, a szótagnak a megfordítása még inkább ezt így kiemeli. Itt egy
festményt látunk erről a lakomáról. A 10. és 12. versszak, tehát ez a három versszak a király kívánságát vetíti elő, vagyis hát magát a tragédiát vetíti elő. A tempó itt már felgyorsul ebben a három versszakban, a király mondatai itt már egyre rövidebbek, és tele vannak kérdésekkel, felkiáltásokkal, felszólításokkal. Ti urak, hát senki sem koccint értem pohárt. Ti urak, ti velszebek, ne ilyen Eduárd. Tehát itt már sejti, hogy őt nem látják szívesen. És ezután megérkeznek, felszólalnak a bárdok. Az első bárd, a fehér galamb, az őz bárd, tehát itt a fehér galamb a békét próbálja szimbolizálni, az őz bárd pedig magát, az agkort, az időskort próbálja, tehát ugye ez egy metaforája az öregkornak, fehér hajra, a fehér szakállra, és ugye, hogy békét szeretne ez az őz bárd. A költő hasonlatsorral mutatja meg a halál rettenetes képeit, ez az idős bárd szavaival, és a szegények tallózása, amikor is ugye a keresgélése, a levágott mezein túlélőket keresnek, hozzátartozókat, és sajnos nem találnak. A második bárd már ifjú, de nem kevésbé elszánt, tehát hiába fiatal, nem fél, felmer szólalni, ugyanúgy, mint az első, és úgy kezdi, mintha egy szép, romantikus történetet adna elő, de nagyon kemény vádakkal illeti a királyt. Ezután az ő soraiból a lágy mással hangzók azok, amelyek puhává és kellemessé teszik ezeket a sorokat, mert hogy 6 elhangot találhatunk ebben a részben, és pontosan ez megint tükrözi a bárdnak a mondani valóját, az énekesnek a mondani valóját. Ebben a nyugalmas hangulatban durván tör be a harag hangja, és itt pedig már inkább az S betűk, ezeknek a sziszegése teszi ezt hallhatóvá és érzékelhetővé. A szüzek panasza, szűz, szűgy, szoptas, tehát itt ezek az S betűs szavak, amelyek nagyon erősek. És a harmadik bárd már hívás nélkül jön, tehát ő már látta, hogy az első két bárd felszólalt, és nem ijedt meg, és ő már inkább mint segítségül társul oda az előző két felszólalóhoz, és a monda szerint, monda, a legenda szerint, Arany János ebbe a harmadik bárdba rejtett el Petőfi Sándornak a személyét, mert hogy ugye azért is haragudott nagyon Arany János Ferenc Józsefre és az osztrák hatalomra, az osztrák császárságra, mert leverték az 1848-as, 49-es forradalmat, és ott a barátja, a lelkitársa Petőfi Sándor is elveszett, és ő ebből a lelki állapotból, Arany János ebből soha nem tudott úgy felépülni, mint ahogy szeretett volna. Ez aztán élete végéig rányomta a bélyeget. A harmadik nagy rész a 26. versszaktól a 31. versszakig szól. Edward menekül már Walesből, és a londoni képekben már azt látjuk, hogy teljesen megőrült, és nincs tudatánál. Ugye itt már pontosan úgy mutatja be, hogy nem csak léptet, hanem Edward király itt már vágtat, és nagyon gyorsan ott akarja hagyni a vérengzés helyszínét, és már itt a bűntudat gyötri, tehát mint hogyha ezt a képet próbálná meg megfogni Arany János, hangokat hallat, parancsszóval próbálja meg magát megértetni a körülötte lévőkkel. És nézzük meg magát a szereplőknek a jellemzését, tehát hogy milyen volt, milyennek tudjuk elképzelni ezt az Edward királyt. Hát mindenféleképpen kegyetlennek, hiúnak, gőgösnek, aki megveti a népet, tehát mindenféleképpen egy zsarnok volt. Egy arckép, ahogy kinézhetett. A walesi főurak pedig gyávák, tehát ők inkább behódolnak, megalkuvók, önérzetesek, lakomát rendeznek a zsarnoknak, és inkább vendégül látják, mint hogy hátat fordítsanak neki. Hát itt egy kép. A bárdok, tehát ezek az énekesek pedig
igenis bátrak, ők nem megalkuvók, ők hős hazafiak, mind a három bárd más-más korú, és ez nagyon szépen mutatja, hogy Adi, ez nagyon szépen mutatja, hogy Arany János hogyan festi le az akkori fiatalokat és időseket egyaránt. Tehát ugyanígy, tehát a velszínép némán tüntet. Mint ahogy az előző órán már úgy búcsúztam el, hogy vannak mémek, vannak átiratok, tehát valami, hogy megpróbálják akár a kortárs magyar irodalomba beépíteni ezeket a régi verseket, megtalálják a ritmust, és új szöveget alkotnak a régi mintájára. Ispánovics Csapó Julianna és Kuktin Erzsébet olvasókönyvében az 59-es oldalon láttok, hogy találtok egy verset, hogyha odalapoztok, Orbán Otto a Velszi pártok című versét látjátok itt. Ez egy átirat, viszont ez egyáltalán nem komikus, ez nem humoros vers. Nézzük meg, hogy végül milyen is ez a vers, milyennek látjátok őt. Itt a képen Orbán Ottót látjátok, ő Budapesten született 1936-ban, 2002-ig élt, és nagyon nagy ironista verseket írt, nagyon sokszor a politikát ironizálja, nagyon sokszor a második világháborút ítéli el, pontosan azért, mert az édesapja ott veszítette életét, és Orbán Otto nagyon sok verset írt, és nagyon sokszor ez az irónia érzékelhető a verseiben. Nézzük, hogy itt hogyan ironizál. Tehát 59-es oldal olvasókönyvben. Orbán Otto a Velszi pártok. Bökversben bőr alá adható hasajtó injekció. Vérvád király, a gól király, el van taplón, kován. Most látod, úgymond mennyit ér a szürke állomány. Nem kell ide ész, csak pár csenevész újságíró nyafog, hogy állj, de fáj a néma száj, mit vaskezünk befog. Felség, hű ajkunk zárva van, s fülünk is jobb hazug, csiklandja hír, bár számtalan, mind jól fésült, s hazug. Felség, tán mégsem ártana egy pár valódi hír, a hír ravasz természete, hogy némely sebre ír. Meglátom én, s parancsot át, király, rabló mesét, s kit kedvelünk, hű alfelünk verje le még pár vesét. Mondja, ha meri, a bár neve, hol csapnak este bált. Mondja, ha meriben teri, az éteri élteti a királyt. Kinek mi jár, erély, irály, lelkendező sorok, s meglátja kend, lesz házi rend, és megfúrt műsorok. S vérvád király, a gól király, vágtat fakulován, s amerre tűz, mindenkit űz, mint őrült ottomán. Ha-ha, mi zúg, mi éji had, mi ez a záptojás? Felköttetem titkáromat, ő is paranoiás. Ha-ha, huhog, zokog, sivít, de én tudom ki ő, fülembe zúgja átkait a kormány szóvivő. És dob, döng, rész, kong, húrvonít, nem adja egy alább, míg dalt szerez, s táncot tanít, lord botfül és faláb. Egy 1993-as versről van szó. Hát mit hallottatok, hogy nagyjából megegyezik a ritmus, megegyezik a szótagszám, tehát nagyon hasonlít a vers, viszont itt már nem érthető annyira, hogy miről is van szó, mert hogy azzal kezdi, hogy ugye az iróniáról beszéltünk, tehát az irónia politikának az ironizálásáról van szó ebben a versben. És mi is az, hogy vérvád? Tehát igazából annak a megnevezése, amikor valakiket emberáldozat elkövetésével vádolnak, tehát itt már itt is ugyanúgy súlyos dolgokról van szó, ugyanúgy, mint az aranyféle versben. A történészek a vérvádakat a boszorkány üldözésekhez hasonlítják, és nagyon sokszor a zsidósághoz is kapcsolódnak, tehát a vérvád megszólítás is nagyon erős kifejezés itt Orbán Otto versében, és itt, tehát ugye, ahogy mondtuk, inkább a politika irányába halad.
nem tudom, hogy mennyire látjátok, hogyha átiratokról van szó, itt ugyan megegyezik szóról szóra a maga a vers, de máshogy vannak a képek felépítve, tehát teljesen modernül, a bárdok gitárral, nem lóval, hanem limuzinnal érkezik a király, tehát itt is érezteti a hatalmát, tehát látszódik, hogy meg akarja mutatni, hogy ki ő valójában. Tehát ez is már a modern kor képregénye a walesi bárdokról. És ahogy mondtam, tehát egy átiratokból rengeteg van, ami a walesi bárdokat illeti, és ez semmiféleképpen sem Arany János kifigurázása, nem így kell ezt megérteni, hanem inkább játék a szavakkal, játék a versekkel, és ezeket ti is ugyanúgy kipróbálhatjátok otthon, mert nagyon vicces és nagyon jó humorú versek születhetnek. Lackó János tollából kettőt szeretnék mutatni. Kovács Balázs Bérmikulás indul piros ladán. Hadd látom úgymond, mennyit ér az ócska álszakál. Vagy pedig Nyári Gyula mormonhentes, sportékája bió. Gyári Nyula hormonmentes, bár 45 kiló. És akkor egy gyors összefoglalása az elmúlt két óra anyagának. Arany János 1857-ben írta meg a verset. Ugye azt mondtuk, hogy műfaj a történelmi ballada, mind a három műnem fellelhető a versben, az epika, a líra és a dráma is. Edvárd király személyébe rejti el Ferenc Józsefet, és a 31 verszakot a háromszor visszatérő ismétlődés tagolja. A szereplői pedig Edvárd király, a walesi főurak és a bárdok. Házi feladat pedig, írjátok le a szerkezeti egységeit, az olvasókönyvetek 56. oldalán, foglald össze 3-4 szóban az egyes szerkezeti egységek eseményeit, hogyha figyeltél az órákon, akkor ezt könnyedén és játszva meg tudod oldani, és az 57-es oldalon pedig van egy nagyon érdekes keresztrejtvény, amit szintén, ha figyeltél, akkor meg tudod oldani. És ezzel ugyanúgy egy képpel búcsúznék. Köszönöm a figyelmet. Te mire gondolsz, hogyha azt mondom aranyos? Viszontlátásra!